A műtrágya forgalmazással foglalkozó nagy kereskedőházak idén a szokásosnál később jelentették meg az áraikat és a szerződés kötési feltételeiket. A műtrágya árak a tavalyi szinten maradtak, ami nem is lenne baj, ha a terményárak nem csökkentek volna jelentősen. Még nagyobb gond, hogy az ágazat fizetésképtelenségét tapasztalva az áruellátók jócskán megszigorították a hitelezések feltételeit. Mezőgazdasági agrorokról annyit szeretnék elmondani. Az előző években már januárban tudtuk azt, hogy milyen föltételekkel fogjuk hitelezni a termelőket. Ebben a pillanatban nagyon kevés cég állt elő hitelföltételekkel. Mi is még mindig tárgyalásokban vagyunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz olcsó mulatság hitelre szerződni vagy műtrágyát vásárolni. Azok a zárak, amelyeket nekünk előre jeleztek, azok jó 30-40%-kal is drágábbak, mint a készpénzes vásárlás esetében. A tapasztalt termelés szervező véleménye szerint a földművesek az idén kevesebb műtrágyát és növényvédőszert fognak használni, ami a hozamokra is kihatással lesz majd. Ezt az is bizonyítja, hogy a kalászosok növényvédelméhez többnyire a legolcsóbb szereket rendelik meg a gazdák.